Jó estét kívánok, köszöntöm a Hajdúböszörményi Városi Televízió nézőit. Mai beszélgetésünk során Töviskés Magdolnával, a Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetőjével arra keressük a választ, hogy a helyettes szülői hálózat Hajdúböszörményi tervezet beindítását tulajdonképp mi is indokolta, mi is ennek a feltétele, és mi is az a helyettes szülői hálózat. Magdika, köszöntelek! A legutóbbi testületi döntésen is téma volt már. Mi is tulajdonképp ennek a döntésnek a lényege, és mit is jelent, mi is indokolta ezt a döntést? Üdvözlöm én is a televízió nézőket. Hát természetesen ezt a szolgáltatást, ezt törvény írja elő, mégpedig az 1997. 31-es törvény, ez a gyermekvédelmi törvény, ami ugye 97-ben lépett életbe. Na most gyermekjóléti alapellátásként átmeneti gondozást is ír elő ez a törvény, amely történhet gyermekek átmeneti otthonában, illetve családok átmeneti otthonában. Ezeket a szolgáltatásokat lakosságszám alapján kell biztosítani a településeknek, és mivel Hajdúböszörmény város ugye meghaladja a 30 ezer főt, emiatt mind a két szolgáltatást biztosítani kell. Hát a nevében is benne van az, hogy átmeneti gondozásról van szó, vagyis arra az időre kell ezt a szolgáltatást nyújtani, aki ezt igényli, amíg átmeneti problémákkal küzd, és meg nem oldódik az ő problémája. Mint tudjuk, családok átmeneti otthona már több mint 5 éve működik a városban. Ez egy, tehát nem önkormányzati fenntartású intézményről van szó, ahol 40 főt el tud látni a szolgáltató. Természetesen itt nem csak hajdúböszörményi lakosok, hanem az ország más területéről is érkeznek rászoruló családok, akiknek szükségük van erre az ellátásra. A gyermekek átmeneti elhelyezését pedig lehet biztosítani vagy egy ilyen intézményben, ahol ugye intézményes keretek között vannak ellátva, de ki lehet váltani helyettes szülő alkalmazásával is. Helyettes szülő, nevelőszülő, én azt gondolom mindenképp a két fogalom között különbséget is kell, hogy tegyünk. Mi is a különbség, és egészen pontosan mi is az a helyettes szülő fogalma? Így van, nagyon jó a kérdés, mert rá tapintott a lényegre, illetve az, hogy ez a két ellátás között van különbség. Tehát benne van a nevébe is, hogy helyettes szülő, vagyis azt jelenti, hogy a szülőt átmenetileg helyettesíti, amíg ő nem tud megfelelően gondoskodni a gyermekéről. A nevelőszülő nyilván az is a saját családjába neveli a gyereket, de ott esetleg egy hosszabb időszakról lehet szó. A helyettes szülő esetében ott is a saját otthonába neveli a rábízott gyerekeket, csak az a különbség, hogy a helyettes szülő megbízási jogviszonyban látja el, tehát neki lehet főállása, és amellett átmenetileg fogad be gyerekeket, a nevelőszülő pedig akár hivatásosan is végezheti, tehát neki ez főállású foglalkoztatást jelent. Mi is a feladata tulajdonképpen egy helyettes szülőnek? Tehát ha a saját családjába ugye befogadja a gyerekeket, akkor úgynevezett teljes körű ellátást kell biztosítani. Hát mit is jelent ez? Egyrészt ugye lakhatást kell nyújtani a gyereknek, az étkeztetéséről kell gondoskodni, hát attól függ, hogy óvodába, iskolába jár a gyerek, ugye rendszeresen iskolába kell járatni, a tanuláshoz szükséges feltételeket meg kell biztosítani, beszerezni, ha kell bérletet vásárol a gyereknek, tehát ilyen ezzel kapcsolatos egészségügyi ellátás, tehát hogy orvoshoz el kell vinnie, és nyilván a jogait is képviselni kell. Szeretném kiemelni, hogy a helyettes szülő esetében
Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy itt a szülő felügyeleti joga nem szünetel, míg aki nevelőszülőhöz kerül gyerek, ott viszont igen, mert ott mondjuk az átmeneti nevelésre azért kerül sor, mert a szülő valami oknál fogva alkalmatlanná válik, vagy nem megfelelően látja a gyereket. Tehát veszélyeztető körülmény van, és emiatt kell, tehát ott határozattal, gyámhatósági határozat szól arról, hogy a szülő nem láthatja el a gyereket, és ilyenkor ott szület el a szülői felügyeleti jog. A helyettes szülőnél elhelyezett gyerek esetében viszont rendesen a szülői felügyeleti jog él, sőt, a szülő kérheti ezt az ellátást átmeneti időre. Tehát tudjuk jól, hogy sajnos az emberek életében vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudja ellátni ezt a szülői feladatát. Hát itt egész egyszerű dologra gondolok, például, hogyha a lakhatása valakinek bizonytalanná válik, és emiatt ugye nem lenne célszerű, hogy a gyerek kikerülne a környezetéből, a megszokott környezetéből, vagy gondoljunk csak arra, hogy sajnos ugye betegség bárkit utolérhet, műteni kell, több hétig vagy akár hónapig gyógykezelésen részt venni, és nem mindenkinek adatik meg azt, hogy legyen nagyszülői segítség, vagy a családon belüli olyan személy, aki el tudná látni, vagy akár egy barát, vagy barátnő, vagy keresztszülő, vagy akár a szomszéd. És hogyha mondjuk egyedül neveli a szülő a gyereket, ez meg még nehezebb. Meg hát olyan is van ugye, hogy nincs itt helyben, messzebb, távolabb vannak rokonok. Na most a gyereket kiemelni a saját környezetéből nem biztos, hogy jó dolog. És hogyha a városunkban maradna, nem kerül el másik településre, ez azt jelenti, hogy a gyerek továbbra is a megszokott óvodába, iskolába járhatna, és ugye ez sem okoz törést a gyerek életébe. A szülő bármikor, hogyha gondolja, vagy hogyha tudja, lehetősége van, elmehet meglátogatni a gyereket, tehát a saját otthonába, a helyettes szülőnél megnézheti, látogathatja, beszélgethet vele. Tehát itt nincs szabályozva az, hogy a kapcsolattartás, hogy milyen napokon, hanem amikor ő tud, akkor. Vagy még egy másik olyan élethelyzetet tudnék mondani, ami szintén az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy gyakorivá vált. A szülő elmegy máshova dolgozni, mert hogy esetleg megélhetési gondjai vannak, vagy olyan állást ajánlanak neki, ami másik városba, vagy esetleg külföldre szólítja, és ez is ugye a családért tesz, mert hogy a pénzügyi nehézségekből ez a lehetőség tudná őket kihúzni, és akkor egy idény munkára, ugye itt van a nyár, néhány hónapra elmegy, és ugye megkeresi azt a pénzt, ami a gyerekneveléséhez szükséges, az ő tanítatásához. És akkor ez erre az esetre is azt gondolom, hogy jó lehetőség az, hogy helyettes szülőhöz kerül a gyerek. Most nézzük a helyettes szülő feltételeit. Ki lehet tulajdonképp helyettes szülő? Igen, hát több feltétele van. Az első az az életkor, tehát legalább 24 évet betöltött személy lehet, aki megfelelő egészségi állapottal rendelkezik, tehát orvosi igazolás szükséges ahhoz, hogy ő egészséges, illetve nincsen különböző olyan betegsége, ami ezt megakadályozná, vagy nem tenné őt alkalmassá. A harmadik dolog, hogy a lakás körülményeknek is megfelelőnek kell lenni. A negyedik pedig, hogy el kell végezni egy 50 órás tanfolyamot. Tehát mindez szükséges hozzá, és amennyiben ez mindegyik feltétel megáll, akkor lehet valaki helyettes szülő. Az is feltétel, hogy egyszerre egy helyettes szülő 4 gyereket nevelhet. Tehát ebbe bele kell számolni a saját kiskorú gyereket is. Tehát, hogyha valakinek 2 gyereke van, akkor 2 más szülőnek a gyerekét tudja ellátni. Hajdúböszörményben hol és hogyan lehet jelentkezni helyettes szülőnek? Tettünk felhívást közre a Szabadhajdú heti lapba is.
Ott is leírtuk, hogy a szociális szolgáltatási központnál lehet jelentkezni, ez pedig a második Rákóczi Ferenc utca 42 szám alatt van, hát lehet személyesen is, illetve telefonon, a 371-066-os telefonszámon, tehát oda várjuk az érdeklődőket, illetve a jelentkezőket, és azért mi vagyunk ennek a szervezője, mert az interjú legelején említett gyermekvédelmi törvény ezt előírja, hogy a család és gyermekjóléti szolgálat szervezi a helyettes szülői hálózatot. Nyilván annak örülnénk, hogyha több ilyen szülő is jelentkezne, mert igény lehet rá, és ez azt gondolom, hogy a bajba jutott családoknak is segítség lenne, illetve, hogyha megnézzük, tehát, hogy a gyerekeknek is ez lenne jobb, hogy minél inkább családi körülmények között töltsék azt az átmeneti időszakot, és mi természetesen, hogyha vannak jelentkezők, akkor felvilágosítást nyújtunk, illetve segítünk a tanfolyam megszerzéséhez, tehát hogy jelentkezni kell, illetve ha kerül ki gyerek hozzájuk, akkor mi tanácsadással is ellátjuk őket. A helyettes szülői hálózat kialakításával kapcsolatban nyilván az anyagiak sem elhanyagolhatók. Ez jelente bármiféle anyai könnyebbséget, aki esetleg helyettes szülőnek jelentkezik? Igen, tehát természetesen ezért a szolgáltatásért vagy munkáért díjazást kap a helyettes szülő. Tehát van egy helyettes szülői díj, illetve van nevelési díj, ellátmány, amit a gyerek gondozására, illetve a gyerekkel kapcsolatos teljes körű ellátásoron felmerülő költségeket viseli. És mint ahogy említettem, tehát, hogy ez megbízási viszonyba történne, és arra az időszakra, amikor természetesen gyerek van kint a helyettes szülőnél. Én azt gondolom, hogy nyilván itt nem nagy pénzről beszélünk, és én azt szoktam mondani, hogy aki ezt a feladatot ellátja, az nem a pénzért fogja ezt megtenni, hanem azért, hogy rászorult, illetve bajba jutott gyermekeken, családon segítsen. És én azt gondolom, hogy ehhez egy nagyfokú gyermekszeretet és egy olyan fajta empátia, illetve segítő készség kell, vagy szociális érzékenység, ami esetleg a nevelőszülőket is jellemzi. Tehát tényleg várjuk azon érdeklődőket, akik úgy gondolják, hogy még erejük, lehetőségük, egészségük engedi azt, hogy segítsenek az ilyen élethelyzetekbe. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a gyerekek tényleg normális körülmények között megfelelő szülői légkörben élnek, de természetesen előre nem látott okok miatt vannak olyan élethelyzetek, amikor a szülő nem tudja ellátni a gyereket, és csak gondoljunk bele, hogy tényleg ezeknek a gyerekeknek az a legjobb, hogyha minél kisebb változtatással, de helybe a településen ott maradhat, és kap egy olyan helyettes szülői védelmet, ami azt gondolom minden gyermeket megillet, mert hogy az alaptörvényben is benne van, hogy a gyermeket megilleti az, hogy családban nőjön fel, amennyiben ez nem adatik meg, akkor egy helyettesítő szülői, illetve családi légkörben. És ebben kérem a tisztelt hajdúböszörményi lakosok segítségét, hogy aki érez ezután egy elhivatottságot, vagy kedvet, vagy sikerült felkelteni az érdeklődést, az jelentkezzen nálunk, és nyilván állunk további bővebb információval is rendelkezésére. Köszönöm szépen! Magdika, köszönöm szépen a beszélgetést, önöket pedig arra kérem, maradjanak továbbra is itt, a Hajdúböszörményi Városi Televízió műsoránál.